volt már tesztelve? Nem. Akkor elmondom, hogy egy kicsit kellemetlen érzés lesz, nem fájdalmas, de kellemetlen, ilyen siklandozós, viszketős, könyvfolyós történet. Ha a mintavétel után egy-két csepp orvér megjelenik, az természetes, nem láttunk még ilyet, tehát elvileg az természetes, és a kolléga fogja levenni, hogy ha bármi probléma van, a fejét kérjük narancssal, a készletvétellel jelezze, hogy baj van. Így tesztelték kedden reggel a nyírteleki kastélykert óvoda és bölcsöde 40 dolgozóját. Hétfőn elsőként a megyeszékhely oktatási intézményeiben kezdődött a vizsgálatsorozat. A kormányhivatali témák a kormányhivatalban dolgozókból, a kormányhivatalban egészségügyi végzettséggel rendelkező tisztviselőkből, orvostanhallgatókból, illetve az egészségügyi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatókból állnak, és nagyon nagy segítség és köszönet érte ezért a települési vezetőknek, hogy minden esetben a mi járásunkban mellé álltak, emellé a tesztelési kampány mellé, és nagyon nagy segítséget kaptunk. Helybeli egészségügyi dolgozók, védőnők, házi orvosok, adminisztratív segítség segíti a kormányhivatali tímek munkáját, és külön köszönetet szeretnék mondani ezért, illetve a kollégáimnak is, hogy elvállalták ezt a feladatot. A megyében 81 kormányhivatali tím végzi a teszteléseket. A tesztelések 4 héten keresztül zajlanak, és ez azt jelenti, hogy minden helyszínre, minden héten egyszer kiérkezik ez a kormányhivatali kis csapat, és lehetőség van az intézményekben hetente egyszer, rendszeresen 4 héten keresztül tesztelést végezni, aki ezt szeretné. A teszt önkéntes. Ebben az intézményben minden dolgozó kérte a vizsgálatot. A nyírteleki óvodát és bölcsödét eddig nem érintette a járvány, karantén miatt csoportok még nem voltak bezárva. A mai nappal hatályos rendelkezések szerint fogok eljárni, már most utána érdeklődtem, és ha a csoportbezárásra kerül a sor, akkor ugye a népegészségügyi osztály, illetve az EMI-nek az értesítése a feladatunk, de a legjobb az, hogyha nem lenne ilyen ember, és nem lennének betegek a kollégák. Az egészségügyi hallgatókból és kormánytisztviselőkből álló szakemberek hetente rendszeresen tesztelik majd a megye összes bölcsödéjében, óvodájában és iskolájában dolgozó több mint 11 ezer pedagógust. A megyei kormányhivatal a tesztelők számára teljes védőfelszerelést, valamint napi 3-szori étkezést is biztosít. A tesztelőket szállító gépjárműveket folyamatosan fertőtlenítik, a munkában résztvevőket pedig minden reggel tesztnek vetik alá.